A szabadkőműves beavatás Annyi tévhit és gonoszkodó rémhír terjeng a szabadkőművességgel kapcsolatban, hogy nem árt tiszta vizet önteni a pohárba. Lássuk, mit akar ez a fogalom, mit jelent a szabadkőműves beavatás, milyen elvek mentén mozog a maszonéria, és milyen rendfokozatokat lehet elérni az egyes rítusokban. Ne feledjük, semmi nem az, aminek látszik. Ugyanakkor mellőzzük az előítéleteinket és az egyéb előre megalkotott véleményeinket, mert azok nem segítik elő az igazságkereső, fényben élő ember fejlődését. Mi a szabadkőművesség? A szabadkőművesség egy olyan eszmáramlat, amelynek tagjai több társaságot hoztak létre az idők folyamán. A szabadköművesek soraiba beavatás, iniciáció útján léphet be, minden tag. A szabadkőműves beavatás főként szimbólumokban fogalmazódik meg. Ezekben a jelképekben ölt testet minden egyes szint vagy fokozat tanítása. A latin iniciáció a bevezet, beavat jelentésű inició igéből származtatható, illetve a bemenet, kezdet értelmű inicium szóra vezethető vissza. Illetve az iniciáre szóból is levezethető, amelyben az in bele, ire, itum megy. Tehát bevezetni az igazság keresésébe nagyon röviden így summázható a köművesek alapállása. A szabadköművesség általános jellemzője, hogy univerzális és humanisztikus elveket hirdet. Olyannyira nagy hangsúlyt helyez az individuumra, szabadság, egyenlőség testvériség hármas eszméjére, hogy az egyén szellem és erkölcsi tökéletesedésében jelöli meg az egyik végcélját. Ezt a célt a világ és a körülöttünk élő emberek megértésén keresztül éri el. Végeredményben egy igazságosabb és testvériesebb világ felépítésén fáradozik. Részben erre utal az elnevezésük is. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem egy lezárt, végleges igazságban, vagy egy kinyilatkoztatásban hisznek, hanem egy soha véget nem érő tudati munkában. Két fő szabadkőműves irányzat létezik. Az angol száz, reguláris irányzat a legelterjedtebb a világon. Mindenek előtt Nagy-Britanniában és az angol befolyás alatt álló országokban dívik követelménye az Istenbe vagy egy felsőbb, transzcendens erőbe vetett hit. Ezt az erőt a világegyetem nagy építőmesterének hívják. A másik irányzata latin, irreguláris, francia rendszerű irányzat, amely főként Nyugat-Európában közkeletű. Ezt a liberális és dogma nélküli szemlélet jellemzi. Tagjaik meglehetősen heterogén képet mutatnak – Isten hívőkből, agnosztikusokból és ateistákból verbuválódnak. Teljes lelki és szellemi szabadságot hirdet. A világegyetem nagy építőmestere a latin irányzat számára egy szimbólum, amelyet mindenki szabadon értelmezhet a maga számára megfelelő módon. Szabadkőműves beavatás A szabadkőművesek beavatása részben önbeavatás – ha azt vesszük, hogy állandóan képezik magukat, szellemi munkát végezve. Egy olyan nagy munkát végeznek, amelynek sem a kezdetét, sem a végét nem látják. Éppen úgy, mint a középkorban a katedrális építő mesteremberek. A középkorban lefektették a szabad szabályrendszerét, de csak a 18. században nyerték el szimbolikus jelentőségüket a szerszámok. A körző, a vonalzó, a szögmérő, a függő ón és a vízszintező, amelyek önmagunk és a világ megismerésének eszközei. Ekkor jelent meg a szabadkőműves páholyokban a beavatás és az együttlétek megszabott rendje, a rítus. James Anderson lelkipásztor foglalta az alapszabályokat alkotmányba 1723-ban ebben találkozunk azzal, hogy a szabadkőműves egy durva, faragatlan követ munkál meg egész élete folyamán, ami voltak éppen ő maga. Véleményem szerint ez egy találó metafora a fejlődő emberre vonatkoztatva. Rítusnak nevezik azoknak a szabályoknak az összességét, amelyek a rituális segítségével lehetővé teszik a fokozatos szabadkőművessé válást. A szabadkőműves fokozatok Egységes rendszert alkotnak. A beavatási szertartás a Páha életének kimagasló eseménye. Ilyenkor bővítik ki az új láncszemek a szabadkőművesség egyetemes testvérláncát. Így válhat valaki teljes jogú taggá az egész szabadkőműves rendbe. A beavatási szertartások során kapják meg a jelöltek a titkos tudás vagy életmód egyes elemeit szembesülnek a kötelességeikkel és a jogaikkal. A beavatás egy olyan rituálé, amely mindig a páholy légkörében zajlik, annak érdekében, hogy jobban átérhető legyen. A beavatási tanítás nem ad dogmatikus tudásanyagot, hanem arra ösztönöz, hogy fokról fokra ismerjük meg önmagunkat. Ebből következik, hogy a beavatás nem titok a szó klasszikus értelmében, hiszen arra ébreszti rá a jelöltet, hogy ő maga a titok. És hogy ez az egyetlen valódi rejtély. mivel a hivatalos verzió szerint semmiféle okkult vagy teológiai ismeretet nem kap a beavatott, ezért mindenkinek szabadon lehet értelmeznie a szabadkőművességet. Minden ember tehát titok, amely nem foglalható szóba. Aki ezt az önmegismerő és önfelfedező titkot megfejti, az valódi nagyságra és titokra tesz szert. A beavatások és az elért fokozatok természetesen köthetők egyes szimbólumokhoz, ezért sokan titkos társaságnak tartják a szabadkőművességet. Azonban ők magukról úgy nyilatkoznak, hogy nem titkosak, csak zártkörűek. Azt pedig nem tagadják, hogy ősi hagyományokat és szokásokat követnek. Ilyen megközelítésből a beavatás sajátos terminológiával bír, és az egyes szinteken csak a beavatottak számára tárja fel a lényeget. Hiszen egy kívülálló, aki még nem járta be azt az utat, amit a többiek, jóformán semmit nem érthet meg az ott zajló eseményekből. Végül is, ha ma egy egyetemi előadásba belecsöppenünk, szintén hasonló helyzettel szembesülünk, ha csak nem vagyunk szakmabeliek. A szabad köművességre mód felett jellemző a szimbólumok használata, ez lehetővé teszi, hogy egy közös nyelven kommunikáljanak egymás közt. Ez egy egységesített szakzsargon. A szimbólumok, állapotok, fokok, ideálok és szóban kifejezhetetlen dolgok megjelenítésére szolgálnak. Ezen felül létezik a szabadkőművesek körében az eskü, ami a páholyban történő dolgok titokban tartására és a többi szabadkőműves személy inkognitójának a megőrzésére szolgál. A köművességen belül három szimbolikus fokot különböztetnek meg. Az inasokét, a legényekét és a mesterekét. E fokok függetlenek az életkortól és minden egyéb fizikai besorolástól. Kizárólag azt jelzik, hogy ki meddig jutott önmaga tökéletesítésében. Minden fok a beavatási út egy-egy állomását tükrözi, ha úgy tetszik. Ezzel kapcsolatban érdemesnek tartom megjegyezni, hogy a szabadkőművesség nem vallás, noha sok tekintetben összetévezhető azzal. Sőt, a leghatározottabban deklarálja, hogy minden tagja szabadon követhet bármilyen vallási előírást, illetve ebből az is kitűnik, hogy a szabadküművesség nem vallás ellenes. A magasabb fokokat az úgynevezett skótrítus használja. A mesterfokot követő 30 fokot Franciaországban vezették be a 18. század közepén. A magasabb rangfokozatok azonban nincsenek a többi fok fölé rendelve, csupán azt jelölik, hogy a szabadkőműves tovább lépett az igazság keresésében és a saját személyisége feltárásában. A szabadkőművesség a maszonéria alapelvei. Törekedjünk arra, hogy igazat mondjunk, igazságosan cselekedjünk és józanul gondolkodjunk. Próbáljunk mindig, mindenhol, mindennel megelégedettek lenni, ha ez nem mond ellent a tisztességnek. Hallgassunk a lelki ismeretünkre, hiszen ez a mi legfőbb bíránk. Ne ítéljük meg felületesen és könnyen embertársunk cselekedeteit. Nem magasztaljuk egekbe, és még kevésbé szégyenítsünk meg másokat. Gondoljunk mindig arra, hogy amikor meg akarunk másokat érteni, szívük mélyére kell néznünk, és meg kell értenünk szándékaikat. Beszéljünk úgy másokkal, ahogyan a szívünk diktálja, de józanul és okos elővigyázatossággal. Örüljünk, amikor az igazság érvényesül. Háborodjunk föl, ha méltánytalansággal találkozunk. Viselkedjünk másokkal úgy, ahogyan szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek. Olvassunk és épüljünk ezáltal, nézzünk körül és töprengjünk el a látottakon. Gondolkodjunk és dolgozzunk. Cselekedjünk jót pusztán azért, mert szeretjük, ami jó. Aki szégyelli állapotát, az rátarti. Nem a szerep emeli föl, vagy alacsonyítja le az embert, hanem az, ahogyan a szerepét betölti. Szeressük a jókat, védjük a gyengéket, hatástalanítsuk a gonoszakat, senkit se gyűlöljünk. Fogadjuk szívesen az idegenből jött utazót, segítsünk neki, és legyen személye szent számunkra. Ne feledjük, hogy az igaz elkötelezettség a példamutatásban nyilvánul meg. Ne hízelegjünk testvéreinknek, ez árulás. Ha a testvérünk hízeleg nekünk, tartsuk magunkat távol, nehogy erkölcsileg megrontson. Kerüljük a vitákat, előzzük meg a sértéseket, kövessük mindig a józanész útjait. Ha gyermekünk van, inkább helyes elvekre, mint tetszetős viselkedésre tanítsuk. Nem a ruha, hanem a becsület teszi az embert. A külső megjelenésnél fontosabbak belső értékeink. Szabadkőműves rendfokozatok Az alapszabály szerint Nagymesternek kizárólag királyi vérből származó herceget választhatnak. Ezt a tisztséget az eszmefuttatásom születésének pillanatában a Kenti herceg töltötte be. A második legmagasabb tisztség, a Pro Grand Master, pedig kizárólag csak a Lordok háza tagjait illeti meg. Összesen 79 rendfokozat létezik az angol Nagypáholyon belül. Több ezerre rúg viselőik száma az új tisztségviselőket Anglia és Wales szabad kőműves páholyai adják. Az angol nagy páholyban minden kinevezés által történik, míg a skót rendszerben választással lehet tisztséghez jutni. Angliában a jelöltek a negyedik szint elérése után egyből a 18. szertartást kapják meg. Az ötödik és 17. fokozatok közötti rangokat csak szóban adományozzák, állítólag semmiféle szertartás nem társul hozzájuk. Majd ugyanez a szisztéma vonatkozik a 19. és 29. fokozat közöttiekre is. Az ősi és elfogadott skótrítust a 33 fokozat legfelsőbb tanácsa felügyeli Edinburgh-ben. Ez a rendszer ugyanazzal a három alapfokozattal indul, mint minden szabadkőműves társaság. Lássuk ezeket sorrendben magyarul. Bevezetett inas az első lépcsőfok. Kőműves testvér, kőműves mester, titkos mester, tökéletes mester, bizalmas titkár, előjáró és bíró, épületfelügyelő, kilencek választotja, tizenötök választotja, a magasztos kiválasztott, az építész nagymester, énok királyi boltíve, a tökéletesség skót királya, kelet, illetve a kard lovagja, Jeruzsálem hercege, kelet és nyugat lovagja, a pelikán és a sas lovagja, továbbá a rózsakereszt uralkodó hercege, hatalmas főpap, tiszteletreméltó nagymester, Noé pátriárka, Libanon hercege, a sátor ura, a sátor hercege, a kígyó lovagja, a könyörület hercege, a templom parancsnoka, a nap lovagja, Szent András lovagja. A 30. fokozat a fekete és a fehér sas választott nagy lovagja, a 31. fokozat főfelügyelő és inkvizítor parancsnok, a 32. fokozat a királyi titkok fenséges hercege, végül a 33. fokozat a legfőbb felügyelő. Reményeim szerint ez a néhány információ elősegítette a valódi igazságkereső munkádat. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon. Vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!